A karcagi járási ügyészség vádiratot nyújtott be egy 39 éves karcagi férfi ellen kényszerítéssel elkövetett kapcsolati erőszak büntette és más bűncselekmények miatt. Megrázó tudósítás következik. A rendelkezésre álló adatok szerint a vádlott és a sértett 2009. augusztusa óta élettársi kapcsolatban éltek egészen 2020. január elejéig. A sértetnek korábbi kapcsolatából egy kiskorú gyermeke, majd a vádlottal fennálló kapcsolatából 4 gyermeke született. Az élettársak kapcsolata 2019 év végére megromlott, a veszekedések rendszeressé váltak. A konfliktusuk oly annyira elmélyült, hogy a vádlott rendszeresen fenyegette, bántalmazta a sértettet. A lakás berendezési tárgyait dühében megrongálta. A vádlott azt szerette volna elérni, hogy a sértett hagyja el a lakást, ezért konyhakéssel a kezében többször megfenyegette őt. A sértett nem mert közös otthonukban maradni, hanem a szüleihez elmenekült, ezzel arra kényszerült, hogy az éjszakát ne töltse gyermekeivel. 2020. január 3-án a reggeli órákban ismét szóváltás alakult ki a vádlott és a sértett között. Ekkor a vádlott megtalálta a sértett kabátja zsebében az önvédelemből magánál tartott gázsprét, mellyel a lakás szobahelyiségébe fújt, ahol éppen a kiskorú gyermekek tartózkodtak. A vádlott italozó életmódja miatt, illetőleg azért, mert az 5 gyermek jelenlétében rendszeresen szidalmazta, fenyegette, bántalmazta az élettársát, szülői, nevelőszülői feladatából adódó kötelességét súlyosan megszegte, mellyel veszélyeztette a gyermek testi és értelmi és erkölcsi fejlődését. Az ügyészség a kényszerítéssel elkövetett kapcsolati erőszak büntettén kívül a gyermek sérelmére elkövetett kiskorú veszélyeztetése büntettével, továbbá több rendbeli zaklatással is vádolja a vádlottat. A karcagi járási ügyészség indítványozta, hogy a férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetést és közügyektől eltiltást szabjon ki a bíróság. A büntető eljárás a karcagi járásbíróságon folytatódik.